Pécsi Tibor történészt köszöntöm ismét itt Ajkán. Szervusz Tibor, pár napja voltál itt nálunk egy nagyon szép előadással a holokauszt emléknap alkalmából. Most megint készültél valamivel, mi is ez az előadás, amivel jöttél hozzánk, vagy talán már ide is költöztél Ajkára? Hát nagyon szép város Ajka, és mindig örömmel jövök ide, de nem költöztem ide, mert így sokkal izgalmasabb megtenni ezt a szép utat errefelé. Úgyhogy ami miatt most jöttem egy hónappal a holokauszt emléknapja után, az az, hogy tegnap volt 50 éve, hogy Jeruzsálemet újra egyesítették, ami ugye ősidőktől fogva az Izrael állam, zsidó állam oszthatlan fővárosa, és erre emlékeztek világszerte a zsidóság tagjai, illetve Izraelben is nagy ünnepségek voltak, és itt az Ajkai Híd gyülekezete meghívására jöttem a Keresztény Kulturális Központba bemutatni azt, hogy mi is történt 50 éve a 20. század legrövidebb háborújában, a hatnapos háborúban, illetve hogy egyáltalán Jeruzsálemnek mi a múltja, jelene, és remélhetőleg arról is szó esik majd, hogy mi a jövője. Ez azt jelenti, hogy van jövője most is, hogy ekkora migrációról beszélünk, jönnek mindenhonnan, mindenfelé jönnek, mennek az emberek, meg a kósza hírek? Hát ugye a migráció az elsősorban minket érint, európaiakat és az európai kultúrát, ami ugye zsidó-keresztény és görög-római alapokon nyugszik, egyébként pedig hát Izrael megszokta, pedig már is Jeruzsálem megszokta azt, amit az európai társadalom most ízlelget sajnos, hogy teljesen váratlanul terrortámadások történnek, erőszakoskodások történnek, és a civilizációnk alapjait kérdőjelezik meg bizonyos csoportok. Tehát szerintem azért is jó foglalkozni Izrael történetével, zsidóság történetével, Jeruzsálemmel, mert az európaiak is nagyon sokat tanulhatnak a zsidó államtól, hogy hogy lehet ezt a militáns támadást visszaszorítani, vagy kordában tartani. Lehet? Azt gondolod? Hát Izrael állam 69 éves léte úgy azt mutatja, hogy valamilyen szinten lehet. Én már sok előadásodat hallottam, többek között azt hiszem, hogy tavaly beszéltél arról, hogy tulajdonképpen, ha nem lennének zsidók, akkor nem lenne Aple, és nagyon sok minden nem lenne. Tehát, hogyha ebből indulok ki, akkor én is azt gondolom, hogy igenis lehet, és igenis tudnak, lehet ezeket az embereket szocializálni, illetve be tudnak illeszkedni más társadalomba is, hiszen intelligens emberekről beszélünk. Hát ugye persze, hogy emberekről beszélünk, és intelligens emberekről beszélünk, de nagyon fontosak itt a vallási kérdések is, és nyilvánvalóan helye lenne egyszerre arról őszintén beszélni Európában, hogy az iszlám vallás az nem a béke vallása, bár maga George W. Bush mondta ezt szeptember 11-e után, hanem egy hódító vallás, amelynek az a célja, hogy az egész világ alá legyen az ő istenüknek vetve, és ezért szóval, pénzzel, könyvekkel és fegyverrel is harcot folytatnak. Az egy más kérdés a zsidó államnak a léte. Ugye a zsidóságnak köszönheti a világ a 10 parancsolatot, többek között olyan alapvető morális erkölcsi üzeneteket, amelyeket a mai napig az európai és a nyugati civilizáció alapjainak tekinthetünk, és tulajdonképpen hát el kell azt is mondani, hogy a keresztény hit vallás és a keresztény vallás alapítója Jézus Krisztus is egy zsidó ember volt. Tehát ilyen módon a kereszténységet is a zsidóságnak köszönhetjük, és az a föld, ahol ők élnek ma, ez az ő ősi földjük, az ígéret földje, amelyet nem politikai hatalmaktól, hanem az örökkévaló Istentől kaptak ígéretként, és tulajdonképpen Jeruzsálem pedig egy nagyon fontos város, de nem akarok most mindent elmondani róla ebben a rövid beszélgetésben, hiszen ezért utaztunk annyit, hogy elmondhassam ebben a majd másfél órás előadásban, hogy mi is Jeruzsálem. Pedig pont arra akartalak kérni, hogy egy pár mondatba foglald, légy szíves, össze a mai előadásodat, hogy mit hallhatnak ma itt tőled.
Amiről szó lesz tulajdonképpen, tehát lesz egy összefoglalás arról, hogy mi is volt ez a hatnapos háború, lesz emellett szó arról, hogy mi Jeruzsálemnek a története, hogyan lett ez, miért fontos ez a zsidó-keresztény hit számára ez a város, miért szerepel a Bibliában közel 1000-szer ez a város, vagy ennek az elnevezése, és miért nem szerepel egyszer sem a Koránban például, és szó lesz Jeruzsálemnek a jelenéről is, és igyekszünk megragadni azt is, hogy mi a jövője Jeruzsálemnek, hiszen a történet nem fejeződött be, ahogyan erre korábban is utaltam, és ugyanakkor pedig tulajdonképpen az előadásom végén szeretném azt is tisztázni, hogy vajon kié Jeruzsálem, zsidóké, araboké, keresztényeké, az NC, vagy az amerikai elnöké, tehát akit ez érdekel, hogy kié Jeruzsálem, az valóban jöjjön el és hallgassa meg, amiről szó lesz ma este, és köszönöm a figyelmet.